És akkor jön az ihlet az én életemben, amikor valami nagyon nagy volumenű dolgot átélek, általában csalódások, és ugye ez is egy szerelmi csalódást próbál átadni a közönség felé. Magában az emlékkép klipben, illetve a rendezésében én is részt vettem, mert nagyon sok olyan jelenet van benne, amit a dalszöveg által próbáltam átadni. Visegrádon forgattuk a videoklipet. Igazából szerintem ez volt az eddigi legrövidebb videoklip forgatásom, mert szerintem egy 6 óra alatt letudtuk az egészet. A videoklipben pedig egy modell fiút kértem fel partneremként, aki egyébként egy nagyon jó barátom is, és ez azért is volt jó, mert sokkal jobban el tudtam játszani én is a jeleneteket, akár a szerelmes jeleneteket, vagy akár a veszekedős jeleneteket, mint hogyha egy idegennel kellett volna játszanom. Szerintem most volt először olyan, hogy így nem volt ilyen nagyon vészes dolog, mert az előző klipforgatásaim során volt olyan, hogy például a szívtörőnél rám borult a motor. Mondjon bármi, bele ne zúgjál, bele ne essél, bele ne vágjál. Igazából az nem koncepció, hogy mondjuk évente jelennek meg a dalaim, vagy körülbelül ebben az intervallumban, ilyen 10-12 havonta. Nekem volt olyan időszakom, amikor egy évben 4 videoklipet is kiadtunk, tehát hogy volt ilyen nagyon intenzív évem is, és volt mondjuk ez az elmúlt év is például, hogy ugye csak egy klipet adtunk ki. Nem tudnám megmondani azt, hogy tényleg, hogy melyik volt a jobb. Azok a rajongók, akik akkor voltak, ugyanúgy megmaradtak. Tehát ezek az emberek továbbra is kíváncsiak rám, és jönnek továbbra is újabb emberek is. A felnőttebb korosztályt is azért már most sikerül így megfogni. Remélhetőleg nem lesz most azért egy év, mire kijön a következő klip. Legalábbis most én úgy tervezem, illetve a menedzsment is, hogy már az őszre ki fogunk dobni valamit, úgyhogy ebben az évben lehet lesz 2 klip is. És hát abban is gondolkodunk, hogy lehet, hogy ez már egy duettdal lesz, tehát hogy valakivel, mert nekem még olyan úgy igazán sosem volt, tehát ugye még a Snow-val volt egy ilyen kis featuring. Amíg bennem dobog a szív, amíg az éjjel magába hív, én nem mondok nemet, azt nem is tudom, hogy kell ebbei batárának fele doncs le. Valami olyasmit szeretnék, amiben valaki egyenértékűen énekel velem. A szívünk dobog.